Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a Vice City végigjátszáson a következő részében. Menjünk tovább, én azt mondom, mert még van bőven mit csinálunk a játékban. Mert még van egy-két ingatlan, amit meg kellene vennünk. És most arra gondoltam, hogy a mai részben megvesszük a nyomdát. Mert ugye az előző részben a filmstúdiót vettük meg, és annak a küldetését csináltuk meg. És ugye ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni a sztorit, ezeket meg kell csinálnunk mindenféleképpen. És akkor a nyomda az valahol erre lesz. Mert elő vagy utóbb fel fognak ránk figyelni a többiek, aztán majd ugye jön még olyan küldetés, ami nem kötött ingatlanhoz. De egyelőre ezeket csinálnunk kell. Na, ugye úgyhogy most elég durván pénzbe kerül az, hogy a játékot tovább tudjuk vinni. Jó, itt a nyomda. Fogalmam sincs, hogy mennyibe kerül, azt sem tudom, hogy meg tudom-e venni egyáltalán. 70 ezer. Hát hallod? Nem tudom megvenni a nyomdát. Jó, akkor marad a B-terv. Az pedig az, hogy megvesszük a taxisat. Ja. Erre a taxis az merre van? Bocsánat. A taxis is valahol erre van. Kéne valahonnan még egyébként ilyen 500 pénzt szereznem. Lehet az lenne egyébként a legjobb, ha elmennék a filmstúdióhoz. Ott felszedném a pénzt, és megvenném a nyomdát. Ja, az lesz szerintem a legjobb. Úgyhogy akkor szerintem menjünk el a stúdióba a 7000 pénzért, mert szerintem azóta az már termelt annyit. De hogyha 7000-et nem is termet, legalább 500-at biztosan. Jó. Egyébként az érdekes, hogy én még nem jártam így. Tehát akárhányszor én végigjátszottam ezt a játékot, így még nem jártam, hogy ingatlan ne tudtam volna megvenni, mert nem volt rá pénzem. Ennél sokkal jobban ment a végigjátszás. Nem kellett ilyenekkel szórakozni, hogy kicentizgetni, hogy na most akkor legyen egyáltalán pénzünk. Na, ez megvan, és akkor 70 ezeré meg tudjuk venni most már a nyomdát. Oké, alig törtük össze az autót. Jó, hát sok pénzünk nem fog maradni, az igazság, mert 70 ezer a nyomda, maradni fog 1400 dollárunk durván. Tehát utána jó lesz nem elrontani a játékot, tehát nem kéne meghalni. Mert akkor nem fogunk tudni venni fegyvereket. Úgyhogy most akkor nagyon ügyesnek kell lennünk. Illetve a másik kérdés az az, hogy honnan fogok szerezni annyi pénzt, hogy utána meg tudjam venni a többit. Tehát még ott lesz a taxis, ott lesz még a fagyizó, ahol ugye nem fagyit fogunk árulni. Ott lesz még a Malibu klub, bár úgy emlékszem, hogy a Malibu az nem fog adni küldetést. De úgy mégis úgy érdekel a dolog. Ha csak nem, ez jó pénzt fog termelni nekünk. Na, szóval, filmstúdió. Megvesszük. Filmstúdió már nyomda. 70 ezer, ott van fenn egy golyóállom. És itt már van is küldetés, de oda fentre, hogy megyek fel? Sehogy. De itt fel lehet jönni. Az igazság, hogy én itt ezen a tetőn még soha az életemben nem jártam. És sanszosnak tartom, hogyha én itt leugrok, akkor veszítek HP-t. Igen, tehát ennyitől veszítettem HP-t. Mi lett volna, hogyha egyből a tetőről ugrok le? Kitörik a bokám. Na jó, dobunk egy mentést. Nem akarok még egyszer pénzt szerezni. Ugrik. Na nézzük. Ki van itt? Hello. Hát te ki vagy, öreg? Mr. Vassetti? Igen, én vagyok. Hey, you bought the old printworks? Igen, én vettem meg. Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard.
You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good ez azért érdekes, tehát ez vicces. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, we're just rumors. Tehát az a vicces az egészben, hogy Tommy az magazinokat akart nyomtatni, és az öreg találta ki azt, hogy nyomtassunk akkor pénzt. Tehát még csak nem is a mi fejünkben fordult meg. Aha. $9 ő oda fog vinni. Ha, felejtsd el. Habár, nem. Felejtsd el, hallod, így is csóróság van, alig van pénzem, hagyjad már magad. Amúgy se olyan nagy a város, hogy ne érjek oda fél perc alatt. És akkor most, ha egy mód van rá, akkor ne számoljátok az időt, mert úgyis több lesz, mint fél perc. De elég gyorsan oda lehet érni, nem kell nekem majd $9 fizetni a taxira. Amúgy is mindjárt ott vagyunk, itt átjövünk, átmegyünk két hídon, elmegyünk balra, aztán hello. $9. Akkor se fizetnék $9, hogyha 9 perc lenne az út odáig. Hoppá. Na. És ezért kellett volna fizetnem $9, hogy már itt is vagyok. Bár mondjuk érdekelne, tehát hogyha Kaufman taxit előbb vettem volna meg, akkor, akkor ingyen elhoztak volna? Mert hogyha ingyen elhoznak, akkor bevállaltam volna. 120 ezerre, nem tudom, hogy fogom megvenni. Szia! Ez már megint csajozik. Azaz, csekkold le. Jaj, Jacko! Ez olyan szinten copyrightos ez a zene, nem akarom. Mindegy most már. Az a baj, hogy ezeket nem lehet kikapcsolni. Köszi! Leköteleztél. Nem tudom, de ez a srác az olyan ellenszenves, tehát bármire szükségem van, mindig erőszakkal kell kivernem belőle. Jó, aj, hajóra kell mennünk, jól értettem? Az ott a kikötőbe lesz, ott bal oldalt. Lehet még a kikötő előtt. Az a nagy hajó, amiben fel kellett ugratni a Vice City Stories-ban. Ja. Szerintem ez az a hajó lesz. Na mindegy. Az is itt van egy köpésre. Ja igen, mert most a izéket kell ellopni a... azokat a... nem csipek ezek tulajdonképpen, hanem ilyen kártyák, amik alapján ugye pénzt lehet nyomtatni. A mintákat kell ellopni. Ilyen nyomda mintákat, vagy én nem tudom mi ennek a pontos neve, így most nem ugrik be hirtelen. De most úgy tudom, azt kell, hogy igen, azt kell ellopnunk a hajóról, csak ugye megakadályoz a civil forgalom abban, hogy ez nekem összejöjjön. Na, szóval a hajóra kell felmenni. Én megérkeztem auf der hajó. A fogadóbizottság az barátságosan üdvözöl minket. Onnan fentről nem tudom, hogy hogy lősz. Jó. Az a baj, hogy sok HP-t vagy armort veszítettünk már most. Oh, szia fej! Igen, ezt felvetted? Most már fel. Aha, anyád picsáját. Szoktam mondani. Oké. Okay. Anyád. És akkor most elvileg most csak bemegyünk meg kijövünk, tehát benne nem kell lövöldöznünk senkire és semmire. Bezzeg a Vice City Stories-ba, ott kellett bent rohangálnunk össze-vissza. És így ennyi. Kisétáltunk, kettes körözés. Alig HP. Jó lesz. Izgalmas lesz.
Közben itt van a következő security is. Oké. Ne hajj meg! Tomi, légy szíves, ne hajj meg! Itt van élet. Jó, go, szállj be, húzzunk innen a vérbe nagyon gyorsan. Jó, oké, meg lesz. Innen már szinte nyert ügyünk van. Hú. Hát nem, megmondom az őszintén, nem volt kedvem ott lövöldözni és az életemet kockáztatni, hogy kijussunk onnan élve vagy sem. Inkább ezt az utat választottam, ez gyorsabb volt. Illetve megspóroltam azt az időt, amikor ugye megállunk és lövünk, hogy bekapjunk pár lövést, mert akkor nyilván egyből meghaltunk volna. Ez így jobb volt szerintem. Na, jól van. Ez megvan. Hú. $2000, aha. Ez fasza. Akkor el is mentem a játékot, mert nem akarom még egyszer megcsinálni. És akkor az armorét viszont felmennék a tetőre, és közben szerintem várnom kell egy telefonhívást. Mert nem hiszem, hogy a nyomdai küldetések ennyik lettek volna. Pedig lehet, hogy ennyi volt a nyomdai küldetés. Bazd meg, mindig rossz oldalt jövök le. De akkor kiírta volna, hogy pénzt termel. Hát itt van, csak még nem adta be a küldetést. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. All right, everybody cool? Mindenkivel minden rendben van, később találkozunk. Jó, és hol az autó, amivel jöttem? Jó, akkor ott a Sanchez-t elvisszük, én arra gondoltam, csá haver. Na most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy... A sárgához menjek először, vagy a rózsaszínhez? Szerintem először a rózsaszínhez kéne menni. Ha nem, akkor így jártam. Igen. Ja, és tényleg még a kikötőt is meg lehet venni. Anyát picsáját, húzzunk innen nagyon gyorsan, hát ezek itt nagyon erőszakos nénik vannak itt a jó ég. Hát erről nem volt szó. A motor is mindjárt felrobban. Anyádat, jó? Jó lenne, hogyha ne... Nézd, azzal ott mi van? Meghalt. Az van vele. Anyádat? Jó, futáson. Ó, őt kell megölni. Az nem gond, mert elmenekül. A rohadt életbe. A francba, ne hagyjuk már elmenekülni, álló. Erre csak vissza. Te. Az a baj, hogy két ugyanolyan autóval megyünk. És... Úgy. Jaj, tudom még mit lehet megvenni. Aha. Ez meghalt. Kell a táska. Tűnés. Jó, és ezt vissza kell vinni a nyomdába. Tehát meg lehet venni még az autószalont is. Ó, tényleg, azt el is felejtettem. És ott lesznek jó versenyek ráadásul, és ott elég jó pénzekért. Hát onnan... Bazd meg.
Hát onnan volt nekem állandóan egy rakat pénze, mert a legnagyobb, leghosszabb versenyt megcsináltam, és az valami 20 ezer dollárt fizetett, ha nyertél. Hát onnan volt nekem állandóan egy valak pénzem. Hát megcsináltad, ötször a versenyt nyertél, aztán 100 ezer dollárod volt. És egy ilyen 4 perces versenyről van szó. És ez meg 8000-et fog termelni. Most akkor meg is nézem, hogy mennyibe kerül a... Ne lőjetek, vagy kire lőttök, jó? Hát akkor most meg kell, hogy nézzem, mennyibe kerül a autószalon. Nyilván többen, mint 8000 dollár. Tehát az szerintem olyan 50-60 ezer lesz. Hogy kénytelen leszek valami mást megvenni, ami olcsó, mondjuk a fagyizót. Vagy a taxist, nem tudom az mennyibe kerül. És utána meg járnom kell az ingatlanokat szépen sorra, ugye a bevételeket ugye felszedni. És megvenni a többit. Na nézzük csak. Ez kérlek szépen 50 ezer dollárba kerül. Van 8400-am. Hát az fasza. Na jó, akkor megnézzük a taxisat. Basszus. Legatyásodtunk rendesen. Lehet, hogy először tényleg a szalont kellett volna megvenni a nyomda helyett. Mondjuk előbb is eszembe juthatott volna. Francba. Na mindegy. Megoldjuk majd okosba. Itt akkor most eljövünk, megnézzük a taxisat, csak azt hiszem, hogy a Haiti területen van. Valahol erre. Valahol ott az a sárga épület, az lesz a taxi. Kérdés az, hogy mennyibe kerül. 40 ezer még ez is, azt igen. Jó, akkor... Honnan a francba fogok gyűjteni, basszus, mennyi pénzt? Hát először is elmegyek a Versetti villához most. És megnézzük, hogy ott mennyi pénz van. Hát ez így marha jó. Hát nem tudom tovább vinni a játékot, mert nincs pénzem. Ez így érdekes lesz. Hogy legyen ennyi ez a rész, alig 20 perces, és akkor farmoljak pénzt a következő részre. Ha lehet, azt kellene. Három ez. Tehát... Ötször ennyi pénzemnek kéne, hogy legyen, hogy meg tudjam venni a autószalont. És akkor meg tudnám csinálni a versenyeket. Take it easy. A rohadt életbe. Na jól van. Mondjuk ezt az autót add ide, légy szíves, mert ez már össze van törve. Elmegyünk, megnézzük, mi újság van a stúdióban, mennyi pénzt gyűlt össze. És szerintem az lesz, hogy farmolni fogunk pénzt. Mert ez így nem állapot, így nem tudok venni semmit. Bár mondjuk még a fagyizót megnézhetném, hogy mennyiért lehet megvenni, azt szerintem egy olyan 8-10 ezer, mert ez pici. 20 ezer még ez is, de jó, még ezt sem tudom megvenni. Tehát akkor, ha jól számolom, itt a fagyizót, a autószalont, illetve a taxisat, hogy meg tudjam venni, 110 ezer dollárnak kell, hogy legyen a zsebembe, és van 11 ezer, majdnem 12 ezer. Tehát ami pénznek a zsebembe kell, hogy legyen, annak megvan a tizede. Ezt lehet, hogy elrontottam. Előbb a szalont kell, tényleg a szalont kellett volna megvennem előbb. De ott mondom, 5 percenként lehet 20 ezer dollárt nyerni. Azt hiszem 20 ezeret fizet a leghosszabb verseny.
Ó, a francia sem belé. Most hiába jövök ide. 4900. Na, hát hurra. Most, hogyha elmentem, akkor azzal telik az idő. Nyilván eltelik 6 óra, akkor termelt pénzt. Nézzük meg. Hát nem. Tehát ezt is kitalálták el elég szépen a fejlesztők, hogy ha elmented a játékot 5-ször egymás után, ugye eltelik több óra hossza a játékba, hogy akkor nem termel pénzt. Tehát hiába telik el. Ez mi volt? Nekirohantam az autónak, és így fájt. Mert 8% izé lement az armorról, vagy 3. Nem tudom pontosan. Ott a logó fent a filmstúdióról. Na. Hát jó, akkor melyik ingatlanok vannak, meg a nyomda van még, meg... 50 000, tehát még... Bár mondjuk anyád, van már 16 000 dollárom. De ez most erről fog szólni egyébként, tehát még elmegyek a nyomdához, meg vissza a Versetti villához, és videón kívül ezt fogom csinálni, itt a három ingatlan közt fogok cikázni össze-vissza, és összegyűjtök annyi pénzt, hogy legalább a... ezért meg tudjam venni. Az autószalont, mert utána elég könnyen jönnek majd a pénzek. Most ide eljövök. Mennyi pénzt termelt? Hát ennyit. 2000-et. Hát hurrá. Most ki vagyok vele segítve. Mikor 100-szor ennyi pénz kéne. Elmegyünk a villához. Megint. Mondjuk mindjárt meg tudom venni a fagyizót. De az a baj, hogy az meg nem fog termelni, csak napi 3000-et, ha jól emlékszem. Azzal meg megint nem vagyok kisegítve. Ja, és akkor még ott a Malibu Club 120 000-ért, még a másik 110 mellé. Ó, bakker. 869 dollár. Jó van, srácok. Én nem húzom az időtöket tovább, hát az igazság, hogy ezzel így nagyon lassan fogok haladni. 50 000 dollárt össze fogok farmolni. És meg fogom venni a autószalont. És onnantól kezdve már gazdagok leszünk. Na jó, én ezt elmentem most. Elköszönök tőletek. Ez a videó ennyi lett volna, sajnos. Ennyire rövidre sikerült. Ezzel nem számoltam, hogy így le fogok gatyásodni teljesen, és nem lesz pénzem semmire. A következő részben, vagy részre ezt a problémát orvosolni fogom. Akkor tovább fogjuk tudni vinni a sztorit. Addig is kitartást, sziasztok! Ja, és hogyha tetszett a videó, akkor ugye nem kell mondanom, hogy nyomjatok egy lájkot. Ha támogatni szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve lájkoljátok be a Facebook oldalamat, hogy ugye értesüljetek a friss feltöltésekről, de mindig kirakom. És akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!